Üdvözlök mindenkit a Big Rigs Over the Road Racinghez. Ez egy 2003-as orosz játék, és igazából ezután befejezhetném az egész sorozatot. Ennél rosszabb játékot soha nem fogok tudni bemutatni. Kész, ez egy tény. Ha látni fogjátok a videót, senki nem fog kételkedni szavaimban. Nézzük a készítőket, halom orosz. A zenét, vagy a soundot Alex Burton csinálta, hát éppen szabadnapos lehetett szerintem, mivel egy hang nem kerül a játékban. Na nézzük csak. Menjünk az optionsra. Állítsunk picit a grafikán. Ezt a felsőket nem lehet jobbra rakni, csak normálra, nem tudom miért. Válasszunk kamiont, van egy nagyon ronda Thunder, van egy Mega One. Van egy Thunderbolt és egy Sunrise W12-es szarság, legyen a Thunderbolt. Na és akkor válaszunk pályát, van Devil Passage, Devil Passage 2, Forgotten Road 1, viszont 2-es nincsen, de legyen a Forgotten Road, mivel az egyetlen pálya, ami nappal játszódik. Na, kezdjük el a versenyt, micsoda párbaj lesz itt, ready! Fej mellett, micsoda izgalmak! Baloldali teherautó meg sem mozdul, nézzétek a féklámpáit! Kész, ennyi a verseny. Egyszer nem fog elindulni az ellenfél. Komolyan. Hihetetlen. Egyszerűen szóhoz nem lehet jutni. Nézzétek meg, rámegyek a hídra, eltűnök. Valahol... Kész. Megint felbukkanok. Menjünk csak tovább. Na, hikas. Mi ez? Nem megy a fékem. Nem megy, neki fog csapódni, nem megy a fékem. Mi? Mi ez? Élek? Persze, hogy élek, mert ez egy kurva szarjáték! Át lehet menni minden házon, falon, fán, tök mindegy, nézzétek meg! Egyszer nem fogom fel, amit látok! Nem voltak itt tesztelők? Szégyen, ez egy szégyen az összes PC játékra! Nem, erre nincs magyarázat, ez egy bűncselekmény ilyet elkövetni, komolyan, nézzétek meg! Kész, ez egy bűncselekmény az emberiség ellen ez a játék. Nem, kész. Azt hittek, hogy ennyi volt, nagy szart, tessék, menjen tovább, nézzétek meg, lehetett mindenem menni. Menjünk csak szépen fel, féklámpák is a semmiben, úgyhogy át kéne nevezni ezt a játékot szerintem Big Rigs Mountain Racingre, akkor legalább még stimmel is. Na, nézzünk csak, menjünk, lehet itt mindenem menni, jól van, féklámpák, nézzétek meg! Nem is nincs is a teherautóban már. Mindenhez oda tapad a teherautó, fán is átmegyünk, nem baj, kész. Erre nincs magyarázat, ez ilyen nincsen. Tessék, menjünk fel, állítsuk le, nézzük meg. Biztos, hogy gurulunk, tehát Big Rigs Anti-Gravity Racing, most már három játék az egyben. Nézzétek meg, le se csúszik. Egyszer mitől tapadok így a hegyhez? Gravitációról készítők soha nem hallottak ezek szerint. Egyrészt a világűrben készítették ezt a játékot, sem tudják mi az. És ez a játék boltokba került, ez nem vicc. Boltokba került. Na, mutatok egy másik érdekességet. Hát, tolassunk. Megmutatom a tolatást milyen. Na, nézzük. Bizonyám, ez nem volt poén. Nézzétek csak. Most tolatok én itt körbe egy több tonnás kamionnal emlékeztetőül. Már most 100 mérföld per óránál tartok. Mi ez? Ez most nem mondják komolyan. Most már 250 mérföld per órával megyek. Kész, ez olyan, mint a NASA centrifugája, csak 6-szor durvább. Szétesik mindjárt a monitorom. Na ne, emberek. Kész, valami terelje már el a figyelmet ettől a szartól. Jaj,
Áj, de jól esett ez. Na, menjünk vissza. Na, hol tartunk? 950 ezernél elengedem. Nem, aj, emberek, erre iszok egyet. Nem. Kész. Nem bírom én ezt már. Ezt már csak így lehet elviselni. Tudom, hogy tűrös az alkoholfogyasztás, meg a vezetés, de hát itt úgyse történhet semmi. Itt még ebbe a kurva terrautóba se lehet kárt tenni. Na, erre iszok egyet, egészségetekre. Ja, ez jól esett. Hihetetlen. Én amerikai Guantanamo-i börtönigazgató lennék, a rabokat arra kényszerítem, hogy ezt a szart játsszák egész nap. Azok úgy kipakolnának az összes információjukkal, hogy az amerikai hadseregbe is belépnek. Na nézzük, merre, meddig lehet menni. Jól van, elértem a világ végét. Most már 4 játék az egyben, most már Big Rigs, Out in Nowhere Racing is. Ez igen. Igazából itt panaszkodok, 4 játékot kapok egy áráért, hát könyörgöm. Nekem kéne hálásnak lenni. Na, megvizsgáljuk ezt a nagyszerű kamiont minden szögből. Nagyon eszétikus mozgásokat látunk itt. Na, még egy híd. Na, most mi történik? Így van, újra lebukunk. Ez elképesztő. Nekem valaki mondja, hogy egy ilyen játék a boltba kerül. Én hülyének nézem. Szóval tényleg ez... Erre már szavak nincsenek. Na, nézzük, az ellenfél hol tart. Így van, még mindig ott áll. Sajnos kihagytam 2 checkpointot, úgyhogy nem tudtam befejezni. Na, nézzük, mi történik az escape gombnál. Van egy return to race és quit to Windows. Ha azt megnyomom, akkor menübe kerülök vissza. Tehát még a Windows fogalmával se voltak tisztában az orosz készítők. Na, mutatok egy éjszakai pályát. Ugyanolyan szar. Csak hogy ne mondjátok, hogy csak egy pályán ilyen. Mint van egy patch a játékhoz, ahol az a vicces, hogy el is indul az ellenfél, csak azért, hogy 10 méterrel a cél előtt leálljon. Ez hót komoly. Na most megvan az összes checkpoint, mi fog most történni? Your winner? Milyen angolság ez, your winner? I are winner, motherfucker, mi a szar ez? High score. Miért raknak bele high score-t, amikor nem is lehet pontokat szerezni? El se indul az ellenfél. Egyszer mit gondoltak ezek? Nyomok egy random részt. És már akkor your winner vagyok, mielőtt egyáltalán elindul a verseny. Kész. Ezt nem lehet már kibírni. Na, be is fejezem ezt minden idők legrosszabb játékát, mert tényleg az. Ráadásul még csal is. Mert a borítón rendőr van, rendőrkocsi van, és a borító hátlapján rendőrüldözéseket ígér, és nincs a játékban egy rendőr sem, úgyhogy hogy ez tényleg csalás. De teljesen mindegy, mikor lett is volna rendőr, az is biztos átmegy a testben, úgyhogy teljesen mindegy. Ez igazi negatív legenda ez a játék, szerintem csak így akartak hírnévre szert tenni a készítők. Nincs rám más magyarázat. Ezzel pénzt akartak keresni, az, hogy ennyire ne legyen tesztelve, egyszerűen elképzelhetetlen. Na, köszönet a szponzoraimnak, és köszönet neked, hogy ezt képes voltál végignézni.